Szeptember 8-án, életének 97. évében elhunyt II. Erzsébet, az Egyesült Királyság uralkodója. Erzsébet több mint 70 éven keresztül uralkodott, ezzel ő vált a történelem leghosszabb ideig hivatalban lévő brit uralkodójává. A mai videóban II. Erzsébetre emlékezünk 10 érdekes ténnyel. Én nem az a srác vagyok, és tartsatok velem! Erzsébet rajongott a walesi korgi kutyafajtáért, és uralkodása alatt több mint 30 korgival osztotta meg a palotáját. Az első korgiát egyébként 18 éves korában kapta, és Susannek nevezte el. Második Erzsébet azzal is kvázi történelmet írt, hogy ellátogatott a kettéosztott Berlinbe és Nyugat-Németországba, ahol szemügyre vette a berlini falat is, ezáltal pedig 52 év után ő lett az első brit uralkodó, aki lényegében német földre lépett. 1972-ben látogatást tett a kommunista Jugoszláviában, később pedig Hongkongba is elutazott. 1975-ben Hirohito császár vendége volt, majd az első brit uralkodóként 1979-ben a Közel-Keletre utazott. 1980-ban pedig meglátogatta II. János Pál pápát a Vatikánban. 2015. szeptember 9-én elérte a 23.226. napját a trónon, így tehát ő lett Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának leghosszabb ideje trónon ülő uralkodója, megelőzve ezzel dédnagyanyját, Viktória királynőt. Az 1976-os olimpia után, amelyet a királynő nyitott meg Montrealban, a 2012-es olimpiát Londonban is ő nyitotta meg, ezzel pedig ő lett az első olyan államfő, aki két különböző országban két olimpiát nyitott meg. 2002-ben Erzsébet királynő aranylemezt kapott. Ebben az évben ünnepelték uralkodásának 50. évfordulóját, és az arany évforduló alkalmával hatalmas koncertet tartottak, amelyről később kiadtak egy albumot is. A Találó című Party at the Palace című lemez már a megjelenést követő napokban elérte a 100 000 eladott példányt. A királynőből pedig aranylemez tulajdonos lett, úgy, hogy nem is volt konkrét előadó vagy énekesnő sohasem. 2008-ban arról cikkeztek az újságok, hogy a királynő imád a vízsportban bowlingozni, amit a Kate Middleton által Vilmos hercegnek ajándékozott konzol segítségével tesz. A néhai THQ kiadó készítetett számára egy exkluzív aranyozott konzolt, amit végül sajnos nem sikerült eljuttatni hozzá, de idén májusban aukcióra bocsátották. Hát képzelhetitek, hogy csillagászati összegeket kérnek érte, no de Erzsébet királynő társasjátékozni is szeretett, ugyanakkor a Monopoly tiltott volt náluk, mert túlságosan előtérbe hozta a királyi család kompetitív énjét. Állítólag az a játék volt a kedvence, amiben a játékosok híres emberek vagy karakterek nevét írták egy papírra, és ragasztották egymás homlokára, majd mindenkinek ki kellett találnia eldöntendő kérdések alapján, hogy ő mégis kicsoda. A rizikót a királyi család szintén kedvelte, és úgy tűnik, hogy ezt Erzsébet királynő sem bojkottálta. Egykori magánszakácsa Darren McGrady nyilatkozott a brit királynő étkezési szokásairól. Azt állította, hogy 5 éves kora óta gyakorlatilag minden nap ugyanazt a szendvicset eszi. A séf bizonyára jól ismerte a királyi család szokásait és ízlését, ugyanis 15 éven keresztül készített különböző ételeket Liz királynőnek, Diana hercegnőnek, valamint Vilmos és Harry hercegeknek is. McGrady egy YouTube videóban beszélt arról, hogy a királynő a délutáni teája mellé óvodás kora óta általában ugyanazt a szendvicset eszi, csak egy kenyeret kell megkenni egy kis vajjal és némi eperlekvárral. Ő volt az első brit uralkodó, aki már utazott a londoni tömegközlekedési eszközökön. 1969-ben felszállt a metróra, amikor megnyitotta a Viktória királynőről elnevezett vonalat. 2022-ben pedig felavatta a róla elnevezett Erzsébet metróvonalat, szintén Londonban. Erzsébet királynő kapott már ajándékba elefántot, óriás teknőst, jaguárt és lajhárokat is, de természetesen ezek nem a palota keretein belül éldegélnek, hanem a londoni állatkertben helyezték el őket. Erzsébet királynőről készült egy különleges Barbie baba. A baba készítői II. Erzsébet brit királynő 96. születésnapjára és a platina jubileum ünneplésére alkották meg a babát. Természetesen a baba tartozékát képezi a teljes királynői szett,
Kitüntetései a ruháját díszítő szalagon sorakoznak, de természetesen a korona ékszerek sem maradhattak le a babáról, így tehát az ikonikus és eredetileg Erzsébet nagymamájától, Mária királynétól megörökölt, az általa az esküvőjén is viselt tiaráról mintázott fejdísz sem. A baba megjelenését a királynő egyik kedvenc saját portréja inspirálta. A végére pedig jöjjön a számok szerelmeseinek is néhány érdekes adat. Évente nagyjából 70 ezer levelet kapott Erzsébet királynő, az elmúlt 70 évben pedig körülbelül 200 portré készült róla. Azért nyugodtan állíthatjuk, hogy egy influencernél is több levelet kapott, és hát lehet, hogy több portrét is készítettek róla, mint egy átlagos influencerről, mert nyilvánvalóan a királynőről volt szó. Nos, ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni Erzsébet királynőről. Nyugodtan állíthatjuk, hogy egy közkedvelt és legendás személy távozott el közülünk, aki hosszú évtizedeken keresztül biztos pontot jelentett minden brit számára. És úgy általánosságban, az egész világban ez egy biztos pontnak számított, hogy II. Erzsébet az angol uralkodó. Nyugodjék békében. Ha tetszett a videó, azt kifejezheted egy like megnyomásával, illetve iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hiszen tudjátok. Sziasztok!